Az 1848-as forradalom vezetői között volt Vasvári Pál, megyénk szülötte, aki a 12 pont megalkotásában, majd a népgyűlés eléterjesztésében is fontos szerepet töltött be. Nem csak Vasvári Pált fűzte szoros kapcsolat megyénkhez, Petőfi Sándor háromszor is ellátogatott a szatmári térségbe, amelyet a Petőfi Hagyományok című film mutat be. Petőfi Sándor gyermek és ifjúkorától kezdve sokfelé megfordult az országban, vidékünkre azonban csak életének utolsó éveiben jutott el. 1846 nyara és 1847 ősze között viszont háromszor is Szatmár felé vette az útirányt. A költő megszerette ezt a vidéket, hiszen nagyszerű barátokra talált itt. Szívesen időzött Papendre, Riskó Ignác, Pap Zsigmond, Teleki Sándor, Lubi Zsigmond társaságában. E kedélyes baráti együttléteknél azonban volt a költő számára egy sokkal fontosabb vonzerő, a megye keleti szélén Erdődön élő Szendrei Júlia iránt fellobbanó szerelme. Dr. Bene János történész, a József András Múzeum igazgatója a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Most a 48-49-es forradalom és szabadságharc helyi vonatkozásairól szeretném, ha beszélgetnénk kicsit. Ugye a Vasvári Pál neve felmerült már a mai este. Őnek is speciális a helyzete. Igen, mert valóban megyénk szülötte, és valóban nagyon ápoljuk itt a emlékét Tiszavasváriban is, a régi Bükszent Mihályon, valami Nyírvasváriban is, de az igazság az, hogy hamar elkerült innen, és kajet máshol járta, aztán Pestre került, ahol az egyetemen tanított, majd pedig Teleki Blanka lánynevelő intézetében tanárkodott. Nyilvánvaló, tudjuk, hogy részese a Mátszús ifjak csoportjának, és 1849 tavaszán saját maga és néhány barátja átadásából szabad csapatokat kezdtek szervezni. Őrá Kelet-Magyarország területe esett, főleg Szatmár, főleg Bihar megye, egy kis Szabolcs is, itt szervezte a Rákóczi szabadcsapatot, amelyet aztán majd, aminek az ászlóját Teleki Blanka szentelte fel 1849. május végén. És innen indult aztán Nagyváradról az utolsó és sajnos tragikus útjára, amikor aztán az erdélyi hegyekben a román felkelőkkel vívott harcban hat hős alá 1849. július 6-án. Tehát ő így kötődik ehhez a megyéhez. Mennyire voltak aktívak a szabadságharcban megyénk szülöttei ifjai? Ezt nagyjából már pontosan tudjuk, hiszen hosszú éveken át kutattuk itt a múzeumban és a levéltárban közösen a szabolcsi honvédek történetét, életét. Azt mondhatjuk el nyugodtan, hogy aktívabbak voltak, mint az ország más megyének az átlaga, hiszen Szabolcs vármegye lakossága 48-49 mint egy 200 ezer embert tett ki, és ebből 5000 az a katonakorú fiatal és férfi ember, akiről tudjuk, hogy a szabadságharcban harcolt, ebből 4000-ről tudjuk pontosan név szerint, és 1600-ról pontosan az, hogy melyik alakulatban harcolt, melyik huszárezerben, melyik gyalogzászlóban, vagy éppen melyik tüzérütegnél. És ez az 5000-es szám, ez az országos átlagot magasan meghaladja. Vajon mivel magyarázható ez? Hát én azt hiszem, hogy az mindig úgy szokott lenni, hogy amikor van egyfajta parancs vagy kérés, akkor nehezen indulnak az emberek, és amikor aztán látják, hogy a haza veszélyben van, akkor pedig sokkal többen állnak a zászlók alá. Így volt ez 1848 őszén is, amikor a kormány meghirdeti, hogy az Országos Honvédelmi Bizottmány, hogy sorozás lesz, akkor először a községből kimenő sorozó bizottságok azt jelentették vissza, hogy senki nem akar jönni. És aztán amikor a Kossuth-Lajos elindult toborzó útjára 48 őszén, akkor meg azt látjuk, hogy egyszer csak egyre több és egyre több és egyre több fiatal jön az ászlók alá, már a bizottságnak válogatni kell közülük, mert mindenki jönni akar. Kik azok a nevek, akiket mindenképpen érdemes megemlíteni ebben a sorban? Hát itt is nagyon sok olyan, és szerintem ez volt a másik húzó erő, hogy nagyon sok olyan fiatal és meglettebb ember állt az ászlók elé, aki aztán vitte magával többieket. Ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk Kemecse község, ma már város lakosai közül egy Krasznai Péter, egy Bodó Ignác,
vagy éppen a szabadsághoz egy legendás tábornok, a Répási Mihály neve és szerepe mit jelentett a szabadságházban, akkor azt mondhatjuk, hogy Kemecse lakossága ment utánuk, hiszen Répási Mihály annak a híres Württemberg huszárezrednek az egyik osztályparancsnoka, amelynek a lenkei százada Mariampolból, Galíciából először hazaszökik. Ugye hát a lenkei századát mindenki ismeri. Bencz úr megfestett, hogy hogyan szöknek át. Sára Sándor megfilmesítette kis tragikus véggel a 80 huszárral, tehát végül is ők hazaérkeznek már a Maros-szigetre, és amikor azt mondja a Remisszás Lázár, hogy mert azért ugye azt tudni kell minden katonának, hogy a dezertálás az halálos bűn. De hát az ország állt a lenkei huszárok mellé, és végül is nem tizedelték meg őket, hanem büntetésből a délvidékre az akkor már lázató szerbek elvetették be őket. Na most ennek az osztálynak a parancsnok egy Répási Mihály, aki később ugye a hazajött Württemberg huszárokat vissza a Pákozi csatába, majd a szabadságharcnak a pótlovazás, a minisztériumban a pótlovazási osztályvezető, és ha nem hal meg 1849. július 31-én kolerába Szegeden, akkor ma nem 13, hanem 14 tábornokra emlékeznénk, hiszen halálra keresték. Na most hát az ő hír, az ő neve vitte a falusikat, vitte a keménységeket ebbe a szabadságharcba. De hogyha nem megyünk messze itt ebbe a régi dadai járásba, akár Gávára, ott van egy Rakoszki Samu, aki valamikor huszárt is volt, aztán nyugdíjba került, de 48-ban ismét jelentkezik toborzónak, aztán majd a híres 48-i zászlójának lesz a századparancsnoka. Ezredesként, hadosztályparancsnokként fejezi be a szabadságharcot, nagyon sok gávaival jön haza, Komáromból menlevéllel. De nem csak úgy jönnek ők haza, hogy hát na most haza sétálunk, hanem az 1848. szeptember 10-én Kállóban az eskütételkor kapott zászlójukat, amit a főispán feleségétől, Degenfeld Imréné Beck Paulinától kaptak, azt mondták, hogy nem adjuk át a császárjaknak. Tehát betettek egy zászlót a hadizsákmányba, egy egyszerű zászlót, a mi zászlónkat levették a rúdjáról, Rakoszki ezt a felső testét csavart és hazacsempészte. És hát ugye a zászlót vissza kell adni a zászlóanyának, ezért aztán egy 42-ben szép őszi estén a szintén a Kemecsét emlegetett Krasznai Péternek szólt, hogy akkor Péter fiam, aki egy hadnagy volt, vidd az zászlót Nyírbaktára. És Krasznai Péter ezt megszervezi, mint egy klasszikus történetet, hogy akkor most bejelentem, hogy utazok Ököritóra a birtokat megnézni, de úgy irányítja, hogy estérkezik Baktára, megszállásol, és a szállásulás közben elszökik és elmegy a Degenfeldéhez is, átadja a zászlót, és a zászló azt mondja, a múzeumban kerül, mi őrizzük. De ebben, hogyha már itt tartunk, mondom, ennél a megyénél, akkor, vagy ennél a járásnál, Nagyhalászba Csuha Antal, tábornokig viszi. De ha Nyíregyházán beszélgetünk a polgármesterről, Hadzell Mártonról, aki mint kormánybiztos megtiltja, nem engedi, hogy Pétervárat elődjét átadják a császárjaknak. És sorolhatnánk a sort, nagyon sok van Szabolcsból, hála Istennek. Volna miről még mesélni. A kérdés, hogy a mai ifjúság vajon mennyire fogadókész erre, és reméljük, hogy az. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk. Én is köszönöm szépen.